Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a Tartalomból. Elutasította a Maros megyei törvényszék a kormánybiztosnak az iskola kétnyelvűség ellen benyújtott keresetét. A döntés azonban még csak alapfokú, így megfelelbezhető. Régióbeli országok együttműködését szorgalmazó ifjúsági találkozót tartanak Újvidéken. A rendezvényen mintegy 200 nyugat-balkáni fiatal vesz részt. A Kárpát-medencei magyar orvosok seregszemléjének is tekinthető az a pozsonyi orvosi konferencia, amelyen a 200 éve született Semmelweis Ignác munkásságának állítottak emléket. Híreink bővebben. Elutasította a Maros megyei törvényszék a kormánybiztosnak az iskola kétnyelvűség ellen benyújtott keresetét. A döntés azonban még csak alapfokú, így megfelelbezhető. Ezeket a kétnyelvű iskolai feliratokat adományozta az Alexandru Ioancuza általános iskolának a civil elkötelezettség mozgalom 2015 nyarán. Néhány nappal később a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatósága egy fenyegető hangnemű körlevélben ezek eltávolítását kérte, bár a tanintézmény vezetője kérelmezte az adomány megtartását, levelére nem kapott választ. A hivatalos válasz hiányában a CEMO munkatársai eltávolították a kétnyelvű feliratokat, de partnereket kerestek, hogy a helyi tanácsban határozat szülessen erről. 2017 májusában a POL kezdeményezésére a marosvásárhelyi tanács határozatot fogadott el arról, hogy a marosvásárhelyi vegyes tannyelvű iskolákban magyarra is le kell fordítani minden feliratot. A döntést Lucián Gógá Maros megye akkori prefektus a bíróságon támadta meg. Ezt utasította most el a Maros megyei törvényszék. Csak örülni tudunk annak, hogy egy bíróság végre a magyar kisebbség jogai mellett dönt. Mi már tavaly benyújtottuk a vonatkozó határozattervezetet, amelyet a prefektus megtámadott, de reméljük, hogy fellebbezés esetén is megmarad ugyanez a döntés, hiszen ez egy alapvető jog. A tanintézményeknek a helyi önkormányzat a tulajdonosa, és nem látom, miért ne dönthetné el, hogy milyen feliratok legyenek ezekben. A törvényszék döntése alapfokú. A kormánybiztosi hivatal illetékesei szerint még nem kapták készhez a bírósági döntést. Ameddig nem kaptam készhez ezt a bírósági döntést, és ameddig nem volt még lehetőségünk áttanulmányozni, addig nem formálhatunk egy véleményt. Tehát ez egy elsőfokú döntés. Az elsőfokú döntést, mint olyan, ugye azt meg lehet másodfokon fellebbezni, és egy döntés csak azután válik véglegessé, miután azt kimondja a bíróság, hogy ez egy végleges döntés. Akkor nem tudom, hogy megfelebezi a kormánybiztosi hivatal, vagy nem fellebezi. Ez a kormánybiztosi hivatal jogászaitól függ, és nem kifejezetten tőlem. Marosvásárhelyen egyébként mintegy 45 román-magyar vegyes tannyelvű tanintézmény működik. Ezekben a közérdekű tájékoztatás, illetve feliratozás többnyire román nyelvű. Régióbeli országok együttműködését szorgalmazó ifjúsági találkozót tartanak Újvidéken. A Regionális Ifjúsági Fórum elnevezésű találkozóra június 29-e és július 1-e között kerül sor, mintegy 200 nyugat-balkáni fiatal részvételével. Az összejövetel megrendezését Újvidék önkormányzata, illetve a tartományi kormány is támogatja. A rendezvény fővédnöke Ana Brabić, Szerbia miniszterelnöke. Az európai értékekről, a regionális együttműködésekről, valamint a régió fejlődési folyamatairól is beszélnek majd a Regionális Ifjúsági Fórum résztvevői. Próbáljuk őket bekapcsolni azokba a folyamatokba, amik mindenképpen fontosak ahhoz, hogy ezek az országok, és itt most a balkáni országokról beszélek, tényleg gyorsabban és sokkal hatékonyabban induljanak meg az európai integrációs folyamatokban. A fórumon olyan fiatalok vesznek részt, akik érdekeltek abban, hogy aktív szerepet játszanak a társadalmuk kiépítésében. Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke szerint a különböző közegekből érkező fiatalok párbeszéde az egyik alapfeltétele a közös európai jövő megteremtésének. Ez egy út, ami a fiatal generációkat köti majd össze a barátaikkal, más európai országokból származó társaikkal. Jelentősebbé, képzettebbé, komolyabbá, felelősségteljesebbé teszi őket az európai tudás és szokások elsajátítása során. A fórumon egyetemek, illetve civil szervezetek képviselői vesznek részt. A Kárpát-medencei magyar orvosok seregszemléjének is tekinthető az a pozsonyi orvosi konferencia, amelyen a 200 éve született Semmelweis Ignác munkásságának állítottak emléket. A Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság főszervezésében és a Sej János Egyetem társszervezése által valósult meg Komáromban az a szakmai konferencia, amely idén is a Kárpát-medencei magyar orvosok seregszemléjére adott lehetőséget.
Az orvosok és az egészségvédelemben érintett szakemberek ezúttal a 200 éve született Semmelweis Ignác munkásságának állítottak emléket, és nem csak emléket, hanem szobrot is állítottak a tartalmas nap végén az anyák megmentőjének Komáromban, a szintén újonnan leleplezett és felavatott Semmelweis Ignác egészségügyi központ parkjában. Semmelweis volt az, aki felhívta figyelmet arra, hogy a fertőzés, a gyermekágyi láz megelőzhető. Ő előtte a gyermekágyi lázról azt tartották, hogy ez úgynevezett genius epidemicus, tehát egy járvány szelleme okozza. Járvány szelleme viszont a földben, az égben, a kozmoszban bárhol rejtőzhet, és ebből következtették, hogy az orvos nem sokat tehet ellene, maximum annyit, hogy ha már nagyon elszaporodik a gyermekágyi láz okozta halálozásnak az esetei, ha nagyon elszaporodnak, akkor egyszerűen bezárták a szülőházat, hogy ez a gonosz szellem takarodjon ki belőle. Kis László orvostörténész arról beszélt, hogy Semmelweis Ignácnak kétágon is van felvidéki kötődése. A komáromi származású Arányi Lajos és Wagner János a tanártársai voltak, Ambró János pedig a tanítványa hű követője volt. Kellermayer Miklós, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke pedig arról a Semmelweisi felelősségtudatról nyilatkozott meg, amelyet meggyőződése szerint minden orvosnak vallania és gyakorolnia kell. Deus caritas est. Isten a szeretet. Tehát nekünk tulajdonképpen ezt a szeretet parancsot kell valahogy a társadalomban bevinni, és mivel mi orvosok, ilyen hivatásunk is van, a konkrét beteg gyógyításán túl nekünk a társadalom gyógyítására is figyelmet kell fordítani. Idősebb Hollósi Tamás szülész nőgyógyász, a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság vezetője nyitotta meg az alkalmat. A szakorvosi tapasztalatain túl a konferencia fő gondolatiságáról is szólt. Az emberi életben férfi és nő kapcsolatában Istentől a legmagasztosabb feladatát kapták, a megfogamzott élet kihordását, világra hozatalát. A nyugalmazott nőgyógyász úgy véli, minden témát, ami az anyaságot és a szülővé válást táplálja, éltetni és hangoztatni kell. Sok minden, ami előadásomban is elhangzott, érinti a populációnkat. Érinti, mivel csökken a születések száma, az abortuszok száma, vagyis a interrupciók száma még mindig ahhoz képest, ahogy lehetne, magas. A számos izgalmas előadás a laikus közeg számára is élményt nyújtott, kiváló előadók éltették Semmelweis Ignác örökségét. Mindennek megkoronázása volt a szoboravató. A Magyar Államtól a Semmelweis Emlékbizottság elnökén keresztül sikerült megkapnunk ezt a kiváló orvosnak a szobrát, úgyhogy és az ő emlékének minden elhangzott előadás tulajdonképpen tiszteleg és emléket ad. Semmelweis munkássága többek közt azt is üzeni, hogyha rájövünk valamilyen igazságra, valamilyen felfedezésre, az mellett megszállottan, mint hogy ő tette, ki kell állni, és ez a megszállottság azt is jelenti, hogy nem elég arra vár, mint hogy ő várta, mert az igazság győzni fog. Az igazság önmagában nem tud győzni. A szobor leleplezésénél a Semmelweis Egyetem tanszékvezető professzora beszélt. Iszonyatos a nyomás, ha Kossuth lennék, azt mondanám, hogy a pillanat nagyszerűsége iszonyatos nyomásként hat keblemre, de nem vagyok Kossuth, úgyhogy csak azt mondom, hogy különlegesség, hogy az ember eljöhet, és egyszer csak egy Semmelweis szobrot átad. A szobor, mely a komáromiak által egykoron zdravcentrumként, ma Semmelweis Ignác egészségügyi központként ismert épület előtt áll, Varga Éva alkotása. Romániában jelenleg minden 30. másodpercben megvernek, bántalmaznak egy nőt, évente több mint 200 nő válik a családon belüli erőszak halálos áldozatává. Ezen a negatív statisztikán változtatnának, azok a családon belüli erőszak megfékezésére kidolgozott RMDSZ-es javaslatok, amelyet döntéshozó fórumként szavazott meg a képviselőház. A törvényhozók azt ígérik, ezentúl szigorúbb büntetés jár a bántalmazóknak és nagyobb védelem az áldozatoknak.
Az RMDS politikusai egy éve fogalmazták meg a javaslatukat a családon belüli erőszak áldozatainak azonnali védelmére. Ezeket már a szakbizottsági munkálatok alatt a törvényhozók átvették a kormánynak az isztambuli egyezmény törvényerőre emelő kezdeményezésébe. Ezen túl a hatóságok azonnal kibocsáthatnak egy sürgősségi távoltartási rendeletet az erőszaktevő ellen. Idáig ugyanis ehhez 72 órára volt szükség, és ez az idő az áldozat számára kritikus, hiszen többször újra bántalmazták. A jelenlegi törvénykezéshez képest az azonnali biztonsága a bántalmazottnak, ez az elsődleges és a legfontosabb módosítás, másodszorban pedig az, hogy a feljelentés esetében azonnal kiszállnak a helyszíne, és ezt a feljelentést nem csak az áldozat teheti meg, hanem a rokonok, ismerősök, szomszédok. A harmadik pedig az, hogy újabb intézmények jönnek létre, amelyek az áldozatok biztonságát és azonnali ellátását szolgálják. Az RMDS nőszervezetének az elnöke Bíró Rozália képviselő szerint a most elfogadott jogszabály elismerése annak a munkának, amit az RMDS nőszervezete folytat, de ez nem jelenti azt, hogy nincs más teendő. A törvényi keret módosítása csupán csak egyik oldala az egész tevékenységnek, ami a nők elleni erőszak felszámolására irányul, hiszen a megelőzés, a szakemberek képzése, a kerekasztal beszélgetések mind-mind olyan tevékenységek, amelyek próbálják a közösség mentalitását módosítani, próbálnak odahatni, hogy megelőzhessük ezt a jelenséget. Romániában jelenleg minden 30. másodpercben megvernek vagy megfenyegetnek egy nőt. Évente több mint 200 nő válik a családon belüli erőszak halálos áldozatává. Az aggasztó számok ellenére az isztambuli egyezmény aláírását követően Románia parlamentje csak most illesztette be jogszabályaiba az egyezmény előírásait, és szavazta meg a biztonságosabb életet szavatoló intézkedést az erőszakot elszenvedettek védelmére. Megemlékezést tartottak a zsidók deportálásának évfordulója alkalmából a Szabadkai zsinagógában. A szörnyű eseményeknek soha többé nem szabad megismétlődniük, hangoztatták a résztvevők. Az 1944-ben Szabadkáról deportált mintegy 4000 zsidóból körülbelül a felet ért vissza, közülük több mint 1000-en később kivándoroltak Izraelbe, az itt maradtak közül pedig több százan meghaltak a táborokból hazahurcolt betegségek, elsősorban a tifusz következtében. 1955-ben Szabadkán már csak 500 zsidó élt, számuk azóta is folyamatosan csökken. A Szabadkai zsidó hitközség adatai alapján ma már mindössze 250 zsidó maradt a városban. Köztük van a 94 esztendős Kovács Vera, aki megjárta a náci haláltáborok egyikét. 20 éves voltam, amikor elvittek. A nővéremmel szerencsésen visszajöttünk, a szüleim, az összes rokonság mind Auschwitzban maradt. Az elhurcolt gyerekekre, asszonyokra, zsidó emberekre emlékeznek minden évben, mondta Szabados Róbert, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. Az borzasztóan fontos azért, hogy tudjuk, hogy miért is van ez. Tehát, hogy a következő generáció, következő nemzedékeknek az emlékezetében maradjon, hogy mi is történt. Máma, illetve a mai nap folyamán ez különlegesen fontos azért, mert az újonnan kinyílt zsinagógába tartsuk a megemlékezést. A II. Világháború előtt több mint 6000 zsidó élt a városban, a náci terror következményeként csak 1000-en maradtak, mondta a megemlékezésen Bogdán Labán polgármester, aki arra figyelmeztetett, ilyesminek soha többé nem szabad megtörténnie. Nádám a szedászitóvú zsivatú, ilyen úbudúcsai. Az borzasztóan fontos azért, hogy tudjuk, miért is van ez. Hát, hogy a következő nemzedéknek az emlékezetében maradjon, hogy mi is történt. Ma, illetve a mai nap folyamán ez különlegesen fontos, mert az újonnan megnyílt zsinagógában tartjuk a megemlékezést. Alkalmi műsorral emlékeztek a zsinagógában, majd Iszák Asiel, szerbiai főrabbi tartott istentiszteletet. Kiemelte a megemlékezés üzenete, hogy egy gaztett bármikor megtörténhet. És az, ami akkor történt, ismét megeshet. A mi dolgunk, hogy éberek legyünk, mert a gonosz nem alszik, az körülöttünk van, és mi vagyunk azok, akik megengedhetjük, hogy a gonoszság felüsse a fejét, vagy pedig megakadályozzuk azt. A főrabbi hozzátette, ez a zsinagóga valaha tele volt zsidókkal, ma már alig vannak. Vajon miért? Tette fel a kérdést, mert a gonoszságot nem akadályoztuk meg időben, válaszolta Iszák Asiel.
A megemlékezést és az istentiszteletet követően koszorúkat helyeztek el a zsinagóga udvarában emelt emlékműnél. Az emlékezés virágait egyebek mellett Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, Babits János szabadkai magyar főkonzul, Bogdán Labán polgármester, a szabadkai horvát konzulátus képviselői, Hajnal Jenő az MNT elnöke és számos más szervezet, valamint a vajdasági zsidóság képviselői helyezték el. Az oktatói nevelői munka fontos része anyanyelvünk ápolása és a gyerekek szókincsének gazdagítása, hiszen az olvasó, érdeklődő gyermek a tudást könnyedén elsajátítja és a gyakorlatban is alkalmazni tudja. Emelte ki Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke, könyveket adott át a szabadkai Széchenyi István általános iskolában. Az iskola könyvtára mintegy 30 ezer könyvvel rendelkezik jelenleg, van itt szépirodalom, házi olvasmányok, regények, különféle szkifik és más műfajok, és természetesen szakkönyvek is. Helyszüke miatt több helyiségben vannak csoportosítva és elhelyezve a könyvek. Természetesen az iskola bármikor szívesen veszi az újabb adományokat, sőt rendszeresen szerveznek gyűjtési akciókat is, amikor az iskola diákjai hozhatnak be könyveket. A Magyar Nemzeti Tanács a magyar kormány támogatásával ajándékkönyveket adományoz minden vajdasági általános iskolának, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Az első között adták át a köteteket a szabadkai Széchenyi István általános iskolának. Sándor Zsombor harmadikos, és szinte falja a könyveket. Szeretem a múltakról szóló könyveket, akkor szeretem az olyan könyveket, amik jövőről szólnak, vagy hát... Azokat a könyveket is szeretem, amiből új dolgokat tudhatok meg ilyesmi. Az iskola könyvtárosa bízik benne, hogy a diákok már a nyári szünidőben birtokukba veszik az új köteteket, és általuk olyan irodalmi élményekben lesz részük, amelyek megszerettetik velük az olvasást és az irodalmat. Főleg az alsósok szeretnek olvasni első, második és harmadik osztályban, negyedik osztályban is, viszont a felsőben már csak a kötelező házi olvasmányokat olvassák. Az alsósok nagyon szeretik a képeskönyveket, a felsősök pedig a fantasztikus regényeket. Az ajándékcsomagot Jerasz Anikó adta át a harmadikosok szakköri könyvtári óráján. Az MNT végrehajtó bizottságának elnöke házi olvasmányokat és más könyveket hozott. Igyekeztünk olyan háziolvasmányokat is biztosítani, amelyek a gyermekeknek az érdeklődési körét a legjobban kitöltik, így a Harry Potteres könyvek is megtalálhatóak. Az értékes könyvadományt Weiss Veszna köszönte meg. Az iskola igazgatója elmondta, 3 éve vezették be az alsósoknak a szakköri könyvtári órákat. Nálunk könyvtári óra, mint szakkör tartunk mindig könyvtári órát. A könyvtáros asszony gyerekekkel foglalkozik hetente egyszer, és ma elhoz a kedvenc könyveket. Az MNT a tanév végéig 77 általános iskola 111 épületébe juttatja el a könyvcsomagokat, mintegy 2 millió dinár értékben. Több mint 200 gazda vett részt azon a szakmai programon, amit hétvégén szerveztek a Bihar megyei Székelyhídon. A tanácskozás mellett kiállítást és vásárt is tartottak az érmeléki kisváros főterén. Gazdák, termelők, földművelők, kereskedők és szakértők gyűltek össze Székelyhídon a 3. alkalommal megszervezett Bihar megyei és érmelléki gazdanapon. Az esemény szervezője nagy előrelépésnek tartja a fokozott érdeklődést. Mi összehozzuk a keresletet a kínálattal, és amellett összehozzuk a termelést a felhasználóval. Magyarul, hogyha egy mezőgéptermelő vállalkozásnak lehetőséget adunk a román piacon a megjelenésre, azzal nem csak a magyar gazdaságot erősítjük, hanem az itteni agrártermelőket is. A gazdanapon elhangzott, hogy a magyar kormány a Párciumra is kiterjeszteni a mezőségben már elindított gazdatámogatási programot. További 2 fontos témát emelt ki Cseke Attila, Bihar megyei RMDSZ elnök. Elmondta, a szövetség javaslatára az állam elveszítette elővásárlási jogát a szomszédokkal szemben, illetve a zsebszerződések okozta káoszt is igyekeznek rendezni. Az úgynevezett zsebszerződések a tulajdonjog problémáját egy RMDSZ kezdeményezéssel törvényi szinten megoldanánk, hiszen ez itt az érmelléken is, Bihar megyében is nagyon sok helyen gondot jelent. Többszöri tulajdonváltás után már nem is lehet szinte beíratni ma a tulajdonjogot, és ez mindenféle problémát hoz maga után. A gazdanapon a tanácskozással párhuzamosan termelői kiállítást és vásárt is tartottak az érmeléki kisváros főterén. Az egész napos programon a Bihar megyei vezetők mellett a szomszédos Hajdú-Bihar megye képviselői is jelen voltak.
Újabb 30 fiatal pár vásárolhat magának falusi házat Vajdaságban a tartományi nemi egyenlőségi intézet támogatásával. Most 30 millió dinár értékben ítéltek oda vissza nem térintendő támogatást a vidéken élő fiatal házas pároknak, illetve élettársaknak. A szerződéseket ma írták alá Újvidéken. A mezőgazdaság és a kereskedelem terén is lehetőségeket látnak a megélhetésre a vidéken élő vajdasági fiatal párok. A terveik megvalósításához azonban, mint mondják, szükség van arra is, hogy biztos fedél legyen a fejük felett. 1 millió dinár támogatást kapunk a tartományi kormánytól, és nagyon hálásak vagyunk ezért. A férjemmel egy településről származunk, szeretjük a falut, és ezért döntöttünk úgy, hogy nem költözünk be a városba. Dunacsében találtunk házat, ahol egyébként is élünk. Megtetszett a ház, a támogatás sokat jelent, de további befektetésre is szükség lesz. Kezdetnek ez nagyon jól jön. Hatalmas terhet vesz le a vállunkról ez a támogatás. Nem volt elegendő forrásunk ahhoz, hogy mindent fedezni tudjunk. Két kisgyermekünk van, és így nekik is biztosítani tudunk némi biztonságot. A Tartományi Nemi Egyenlőségi Intézet 4 éve folyamatosan támogatja a vajdasági fiatal párokat a falusi házak vásárlásában. Diana Milovic, az intézet igazgatója szerint a pályázat a nők helyzetének javításához is nagyban hozzájárul. Ösztönző jellege van azért is, mert ez a 30 nő, akik ma a férjükkel érkeztek ide, házak, ingatlanok társtulajdonosai lesznek. Ezek megvásárlására a Tartományi Nemi Egyenlőségi Intézet is biztosított eszközöket. Ez a program a nők gazdasági helyzetét is erősíti. A kiírásra most több mint 230 házas pár jelentkezett. Hamarosan újra megjelentetik a pályázatot. A Tartományi Nemi Egyenlőségi Intézet július elején ismét kiírja a pályázatot. Elmondhatjuk, hogy a 2018-as év végéig további 30 család kap fedelet a feje fölé. Predrag Vuletics szerint a falvak fejlesztése, illetve a vidéki gazdaság fellendítése továbbra is a tartományi kormány prioritásai közé tartozik. Ennyi fért mai adásunkba, várom önöket a jövő héten is itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!